Több 100 millió forint kormányzati támogatásból és gyülekezeti segítséggel újult meg a Békéscsabai Evangélikus Nagytemplom, melyet ünnepélyesen is birtokba vehettek az evangélikus egyházközösség tagjai. A szenteléssel azt jelezték, hogy az építményt Isten szolgálatára szánják. Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke szentelte fel a nagytemplomot, aki beszédében a többi közt köszönetet és hálát adott a gyülekezetnek, a gyülekezet vezetőségének, a felújítás gondos előkészítésért és az általuk nyújtott segítségért. A templomról szólva elmondta, az épület iránti tiszteletét fejezi ki, és úgy fogalmazott, a házra nem Istennek, hanem az embernek van szüksége. Nekünk van szükségünk arra, hogy legyen egy megszentelt hely, hogy legyen olyan idő, ahol és amikor elvonatkoztathatunk-e világon minden egyéb, és egyedül annak szentelhetjük magunkat, minden gondolatunkat és érzésünket, hogy itt most találkozunk az Istennel. Ez az épület semmi egyéb célt nem szolgál, csak egyedül azt, hogy az ember az Istennel rendszeresen és ünnepélyesen találkozik. Erre a találkozásra szentelt hely a templom. Az eseményen bemutatták a felújítás részleteit is. Mint kiderült, többi közt megújult a tető, a falakat megvágták és szigetelték, a vakolatot cserélték. A belső térben teljes ajzatcsere, burkolás, villanyszerelés és festés történt. A nagy templomra csatorna is került, és természetesen a külső falakat is lefestették. Az ünnepi alkalom lezárása előtt Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes mondott köszöntőt. A templom felújításának fontosságáról beszélve úgy fogalmazott, mindez hozzájárul a közösség és a helyi kultúra megőrzéséhez. Ez a templom annak is a szimbóluma, hogy mindenki megtette a magát. Elsősorban a gyülekezet, aztán a lelkészek, püspökei, az egyház, az önkormányzat, a megye, az országgyűlés és a kormány. Mindenki hozzátette azt, ami ahhoz kellett, hogy ez a csodálatos templom közép- és kelet-európa legnagyobb evangélikus temploma a régi fényében megújulhatott, sőt, talán még szebb, mint amilyen korábban. A köszöntőket követően az egyház helyi vezetői ajándékokat adtak át a felújítás támogatóinak és kivitelezőinek. A rendezvényről nézőink Háttér című magazin műsorunkban egy részletesebb összeállítást is láthatnak.